Kedves nézőim, szeretett testvéreim! Ezen az új vasárnapon, amelyet Isten kegyelméből megérhettünk, egy új témával találkozunk, amely átöleli mind a két Isten tiszteletünket. A szabadság és szabadosság gondolatköréből hoztam igéket, amelyek kicsikét talán még kötődnek a legutóbbi Isten tisztelet témájához, a 10 parancsolathoz, a kötelező parancs megtartáshoz, vagy a parancstól való szabadság lehetőségéhez. Mindenről rövidesen, mélyebben ismereteket szerezhetünk, amikor megnyitjuk Isten igéjét, és lelkének segítségével annak magyarázatát is meghallgatjuk. Hívok most mindenkit elcsendesedésre, imádságban való Isten színe előtt megállásra. Igazságos Isten, tökéletes és szent felség, napjaink telnek és múlnak, a világ háborgása nem csillapodik. Szabadságot kapott az ember arra, hogy saját erejét és képességét felhasználja jóra vagy a rosszra, és nem szólsz bele, és nem állítod meg, ha rosszat tesz, mert azt a szabadságot adtad nekünk, vagy kivívtuk magunknak a jó és gonosz tudásának jogát, hogy mi döntsük el, mi a jó és mi a rossz. Szükségünk van, Urunk, a Bibliának, a Szentírásnak drága útmutatására, hogy megértsük ezt a drága ajándékot, amit kaptunk, a szabadságot, akaratunk szabadságát, hogyan tudjuk felhasználni, hol vannak azok a határok, amelyeket nem szabad átlépnünk. Hívunk hát, hogy a Szentlélek erejével világosítsál fel mindnyájunkat, és áldjad meg a te gyermekeidnek életét, nevedhez méltó, komoly gondolkodással, átszőtt, megszűrt és jól megtartott, megfontolt életvitellel. Amen. Megváltva, mi boldogan vallom a bárány szent vére árán. Megváltva, mi végtelen áldás, hogy gyermeke vagyok immár. Megmentve, most áldom az Urat, és éneklek új éneket. Mert fénye a lelkembe ragyog, megújítja életemet. Megváltva, ó, hála neked, jó Atyám! Kegyelmed, oly végtelen gazdag, a szívem csak téged
téged imádlak, és hódolva porba hullok. Ím zeng-zeng a hódolat hangja, míg előtted leborulok. Megváltva, megváltva, ó, hála neked, jó atyám! Kegyelmed oly végtelen gazdag, a szívem csak téged testvéreim, ennek az ige hirdetésnek a gerincét két szó fogja képezni, két szó, amely iker is lehetne, annyira hasonlítanak egymásra, de miként az ikrek adott esetben felnőve teljesen különböző életutat fognak bejárni, így van ezzel a két szóval is. A szabadságról és a szabadosságról szeretnék szólni most közöttetek. Az igazság és a szabadság a Galata levélnek fő üzenete. Az 5. fejezet, amelyből felolvastam az alapigénket is, azzal kezdődik, hogy Pál apostol kijelenti. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg. Pál tehát meghatározza, hogy arról a szabadságról van szó, és abban kell megállnunk, amire a Krisztus felszabadított. Nem arra, amit mi magunknak határozunk meg, vagy találtunk ki. Ez egy kiváltságos helyzetet jelent számunkra. Azt tudnélik, hogy Krisztus megszabadított. Ebben a szabadságban állhatunk meg. Azt tehetjük, és azt kell tennünk, amire Krisztus felszabadított minket, amiért Krisztus szenvedett. Ez első meghatározások, vagy az első gondolat, lezárás tehát az, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg, és nem szabadosságra. Ez az elméleti megközelítés, a fejezet második fele, onnan, ahol az alapigénket olvastok, viszont a gyakorlati üzenetet is hordozza. Tudnélik, hogyan alkalmazzuk ezt az igazságot. És itt Pál apostol elsősorban azt emeli ki, amit az imént mondtam, szabadság és szabadosság, nehogy a szabadság, amit Krisztusban kaptunk, mint egy eltékozott ajándékot, ürügyül használjuk fel a test kívánságainak. Vagyis hát testünk, és most Pál apostol nem a fizikai testre, hanem igazából a fizikai test vágyaira, kívánságaira utal, nehogy ezek az kívánságok, vágyak, amelyek megszületnek bennünk, az óember termékeként, nehogy ezek a szabadságunkat elrontsák, és szabadosságát tegyék. Van egy nagyon érdekes, és megint csak látványos vagy tanítása Pál apostolnak egy kicsit korábban, a 3. fejezetben. Azt olvassuk, hogy mielőtt eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásával. No, maradjunk abban, hogy az első fél mondat azt tudnélik, hogy mielőtt eljött a hit, a törvény alatt őriztettünk. Vagyis a törvény, az Ószövetségben kapott törvény, amiről a múlt héten is volt szó, a 10 parancsolat képezi ennek a magvát, a szívét, a belsejét, a lényegét. Szóval a parancsolatok, vagyis a törvény más szóval egyféle rabságban tartja az embert. Persze, mert megmondja, hogy mettől meddig. Erről volt szó, határaik vannak, és ezt a törvény nem engedi átlépni, vagy ha igen, akkor utána azon kívül pedig a tilalmas területen büntetés jár érte. A törvény tehát olyan, mintha bezárva tartana valakit, rácsok mögött. Amikor jön a szabadság, sokak számára
az a helyzet áll elő, mint amit egy állatkertben láttam, hogy a medvét vagy oroszlánt kiengedték ugyan a ketrecéből, kinyílott az ajtó, de amikor kiment az ajtón, tulajdonképpen egy másik ketrecbe került be. Nos, ez a szabadosságnak a félelme, vagy veszélye. Megkapjuk a szabadságot, de ha rosszul használjuk, szabadosságá lesz, vagyis egyik ketrecből, a törvény ketrecéből, bezártságából átmegyünk a másik végletbe, a szabadosság ketrecébe, a szabadosság rabságába. Ettől tart, és ettől fél bennünket tehát Pál apostol. Az új szövetség, majd később tanítja szintén itt Pál, olyan helyzetet hoz számunkra, hogy Krisztusban most már, tehát megjelenik Krisztus, új dolgok vannak, a törvény érvényét ugye nem veszíti, de Krisztus betölti a törvényt. Nagykorúakká válunk, és innentől kezdve szabadok vagyunk akármire. Vagyis a kisgyermeket be lehet zárni szobába, és meg lehet tiltani neki, hogy kimenjen onnan. De a nagykorúnak, a felnőttnek már ezt nem tudjuk megtenni. A kép tehát erről szól, hogy az Ószövetségben a törvény alatt levő ember olyan volt, mint a kisgyermek, akire vigyázni kellett, akit bezártak a szobába gyakorlatilag, hogy nehogy ki csámborogjon, elmenjen. Be voltak zárva az Ószövetség emberei a törvény kalitkájában, rabságában voltak. Ezt az állapotot mindaddig át kellett élni, vagy addig kellett átélni, hogy mi el nem érték a lelki nagykorúságot. Ez most üdvtörténeti szempontból a Krisztus megérkezését és a Krisztusban kapott új lehetőségeket jelenti. Így tehát a párhuzam egyértelmű. Mi kicsik vagyunk, mi életlenek vagyunk, a törvény kell, hogy vezessen, és ezt igaz a keresztény élet kezdetére is, bizonyos fogózkodók, szabályok kell legyenek, míg megértjük a keresztény életnek azt a szabadságát, ami aztán csodálatossá teszi a keresztény életet, ugyanúgy, mint ahogy a kisgyermekből lassacskán fel, vagy nagykorú lesz először, fiatal felnőtté válik, és kezdi felismerni az élet szépségét, és rácsodálkozik arra, hogy milyen sok mindent meg lehet oldani, és el lehet végezni, mi minden vár rá. Ez tehát a krisztusi szabadság, amiben még egyszer mondom, azt mondta Pál apostol, hogy ebben álljatok meg. A Krisztus szabadságában, amelyre minket megszabadított, álljatok meg. Nem vagyunk már kiskorúak. A Krisztus utáni időszak az emberiség nagykorúságát jelenti, és szabadságot kaptuk. A probléma tehát itt van, és itt adódik, a szabadságban. Nézzük meg az első korintusi levélben, mit ír Pál apostol, a 8. fejezet 7. versétől. Némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind a mai napig, mint bálvány áldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen megfertőztetik. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesek ki Isten előtt, mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak, ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. De meglássátok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőtlenek. A bálványáldozati húsról délután többet szeretnék majd mondani, lényeg az utolsó mondatban volt, nehogy megbotránkoztassuk a hitben gyengébeket. Akik még kiskorúak a hitben, akiknek még kellenek a kapaszkodók, kellenek a biztonságos fogózkodók, mert még tipegni tudnak csak a hit életében, a hitben, a hit útján. Szóval a szabadság nem csak kiváltság, hanem magasfokú elhivatottság is, ehhez érettség kell. A probléma ott van, tudjátok, hogy sok ember nem nő fel, nem lesz éretté a keresztény gondolkodás területén, de a szabadságot kívánja magának, és itt csúszik el sok ember, itt csúszik el sok hívő, itt lesznek fájdalmas tragédiák, amikor elmarad, kimarad, megtörik az élete, mert nem nőtt fel még ahhoz, hogy éretten kihasználja a Krisztusban kapott szabadságot. Hadd mondjam el, hogy háromféle módon lehet keresztény életet élni. Egy bizonyos megközelítésből ez így igaz, és ebből a háromból kettő sajnos eredménytelen. Az első a törvénykedő élet, törvényeskedő élet. Amikor a betű fogságában valaki szigorúan azt nézi, hogy pontosan, de hogy is van, a fundamentalisták szokták mondani egy szakkifejezéssel. És ezt élték meg az atyáink is.
Ők, akik kijöttek abból a látszat kereszténységből, amiben éltek annak idején nagyegyházi tagokként, átléptek egy olyan közegbe, ahol a hitüket meg kellett vallani, ahol az hit élő valóság volt, motor az életüknek. Nos, ők látták azt, hogy miből jöttek ki, és félve, vagy attól való féltükben, hogy nehogy visszakerüljenek oda, igencsak muszáj volt számukra ezt az érzést végig gondolni, és szigorú határokat meghúzni, biztos, ami biztos alapon, nehogy visszatérjünk abba a régi életünkbe. A másik mód, ahogyan lehet keresztény életet élni, sajnos ez is eredménytelen, a másik véglet, a szabados élet. Az, amiről Pál apostol a római levélben úgy állapítja meg, hogy némelyek félreértették ezt a szabadságot, szabadossággá tették, felteszi tehát a kérdést, hogy megmaradjunk-e a bűnben, vagy a kegyelem, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Vagyis legyünk továbbra is olyan tessék-lássék keresztények, olyan látszathívők, azért, hogy Isten kegyelme aztán még nagyobb legyen, hogy mi nekünk meg tudjon bocsátani. Ez egy nagyon fals logika. Pál így mondja, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élhetnénk még abban? Ez a másik véglet tehát, amikor valaki a szabadságot, szabadságát, szabadosságot értékeli, és azt mondja, hogy minél többet vétkezünk, annál nagyobb az Isten kegyelme, és tehát akkor ez egy jó dolog, így gondolják. A harmadik lehetőség az valódi szabadságban élni, abban a szabadságban, most harmadszor idézem a Galata 5.1-et, a Krisztus megszabadított minket erre a szabadságra, ebben álljatok meg. Hogy milyen ez a szabadság, nagyon nehéz meghatározni. Vannak, szokták mondani, gumitörvények, amelyeket így is, úgy is lehet húzni, kinek a tetszése szerint. Az a bizonyos szabadság, amiről Pál apostol ír, és amit itt olvasunk a Bibliában, nehezen meghatározható és behatárolható valóság. Hadd olvasom most egy rövid részletet Werner McGee könyvéből, ahol a szabadság problémáját feszegeti. Emlékszem egy csodálatos asszonyra, aki bibliaoktató volt Texasban. Kiváló munkát végzett ezen a területen. Egy napon egy drága kis szentecske odajött hozzám és megkérdezte, pásztor, azt gondolja, hogy ez az asszony igazán keresztény? Hiszen sminkeli magát. Vajon honnan vette azt ez az ember, hogy ez a próbája annak, hogy valaki keresztény-e vagy nem? Megmondtam ennek a kötekedőnek, hogy a bibliaoktató szabadságban él. Lehet, hogy túl sok arckenőcsöt használ, de abban az életkorban már valószínűleg szüksége van rá. Őszintén szólva nem gondolom, hogy túl sokat segít rajta, de mégis megvan erre a szabadság a Krisztusban. Akár eszik valaki húst, akár nem eszik húst, az nem teszi kedvessé Isten előtt. Akár használ valaki alapozót, akár nem használ alapozót, az nem teszi kedvesebbé Isten előtt. Pál azt mondja, hogy megtartathatunk bár minden parancsolatot, ezzel még nem éljük a valóságos keresztény életet. Nem csak a 10 parancsolatot tarthatja meg valaki, hanem azon felül magáévá tehet minden más rendelkezést, és még mindig nem mondható rá, hogy keresztény. Vannak persze olyanok is, akik minden parancsolatot elutasítanak, és azt gondolják, hogy azt tehetnek, amit akarnak, és ugyanakkor keresztény életet is élhetnek. Ezek az emberek éppen olyan szélsőségesek, mint a törvényeskedők. A keresztény élet egyikhez sem hasonlít. A kereszténység a Krisztusban nyert szabadság. Így van hát, vannak akik úgy látják, hogy ez már túlment a határon, vannak akik azt mondják, hogy még belül van. Nem könnyű tehát bölcsnek lenni ahhoz, hogy a szabadság határát megtaláljuk. De Pál arra tanít bennünket, hogy ha minket, vagy mi szabadságnak is értékeljük, de másnak ez már megütközést, botránkozást jelent, akkor mondjuk le a magunk igazáról, hogy a gyengébeket, a talán még betű törvénye alatt levőket tudjuk, a törvény betűje alatt levőket tudjuk kezelni ilyen formában. A 10 parancsolat tehát mondhatnám nem a tiltások, hanem az igazi szabadság átélésének magas iskoláját hirdeti. A 10 parancsolat nem a kötelező megtendő dolgok,
hanem az a szabadság, annak a szabadságnak a leírása, hogy mire vagyok szabad, hogy ne tegyem meg. Szabad vagyok, hogy ne hazudjak, szabad vagyok rá, hogy ne csaljak, szabad vagyok rá, hogy ne beszéljek csúnyán. Szabadságom van, sok mindenre, sőt mindenre mondhatom. Ez a Krisztusban kapott szabadság értéke, értéke és értelme. Három gondolattal szeretném a második felében ezt az ige hirdetést meggazdagítani. Az első az az állítás, hogy a kegyelem nem szabaddá tesz a bűnre, hanem megszabadít a bűntől. Még egyszer, a kegyelem nem szabaddá tesz a bűnre. A kegyelem, amit kaptunk, hogy most már nem vagyunk a törvény alatt, nem azt jelenti, hogy szabadságunk van, akár bűnös módon is élni. A kegyelemből kapott szabadság arra való, hogy megszabadítson a bűntől. Az igazi hívő az Istennek való tetszeni akarásból tartja magát az Istenhez. Az igazi hívő nem azért ragaszkodik Istenhez, mert fél tőle, nem azért ragaszkodik Istenhez, mert be akarja biztosítani az örök üdvösségét, hanem egyszerűen azért ragaszkodik Istenhez, mert szereti. Gondoljunk az udvarlókra, a fiatalokra, együtt járnak és keresik egymás tetszését. Nem érdekből, egyszerűen csak mert jót akar a másiknak, keresi a tetszését. Ezt a szabadságot, vagy erre kapunk szabadságot tulajdonképpen, hogy már ne félelemből, nem meggyőző, nem önérdekből, hanem csupán szeretetből keressük és kövessük az Istent. A féktelen szabadság az egy másik kötelék, amikor az ember túlpöldül, amikor túlszalad valami, és a szabadság szabadossággá válik. Ahogy mondtam, egyik ketrecből a másikba. De hát ki akarja ezt? A Jézusi szó, hogy aki a szabadságot a fiúban kapja meg, az lesz igazán szabaddá. Nos, ez az a mérce, ahol megtaláljuk a szabadságnak a határait. Aki Krisztusban, Jézusban lesz szabaddá, az ő szabadságával van él, az ő életének szabadságát éli meg, az biztosan szabad. Nem a törvény alatt van, nem a szabadosság zsákot szájában, hanem ott, ahol lennie kell. A másik gondolat, amit most az alapigényből is kiderül, az, hogy a szabadság nem lehet ürügy testi kívánságainknak. Így kezdődött az alapigény. Ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy legyen a testnek. Mire gondol itt Pál? Fordítsuk le az ő szavait a mai keresztény világ, vagy élet apró pénzére. Fáradt vagyok. Nincs kedvem, megbántottak. Szabadságunk van arra, hogy ezt elmondjuk. Csak persze tudjuk, hogy ez egy ürügy. Nem akarok imázba menni. Nem akarok a gyülekezetbe menni, és kitalálom azt, hogy fáradt vagyok, hogy nincs kedvem, hogy megbántottak. Hiszen tulajdonképpen így a Bibliában semmi sem kötelező. Szabadságunk van. Csak ez már nem a Krisztusban való szabadság. Ez a test ürügyének szabadossága. Akkor élek a lehetőséggel, és nem imádkozom, mert szabadságom van rá. Nem teszek bizonyságot, mert szabadságom van rá. Nem megyek el a gyülekezetbe, mert szabadságom van rá. Nem adakozom, nem vagyok megbocsájtó, jogom van megmondani a véleményemet, mert nekem szabadságom van rá, mondja a jó keresztény. Teljesen kifordítva és félreértelmezve a Bibliában az említett szabadságot, amely a Krisztusban való szabadság, tehát amit a Krisztus megtett, ahogyan megtett, úgy van nekünk is lehetőségünk, jogunk, szabadságunk megtenni. Ugyanitt az 5. fejezetben azt mondja Pál, akik a Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánok, egymást ingerlők, egymásra irítkedők. Akik a Krisztusai testet megfeszítették, a test már nem lett többé ürügyé, hogy ezt vagy azt nem teszem, vagy éppenséggel azt teszem, amit már talán nem kéne, mert túl van a határon, túl van a vonalon. Harmadszorra pedig azt szeretném elmondani, hogy a szabadság nem engedi a felebarát kihasználását, így folytatódik az iménti igénk, szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat.
Hát ez egy paradoxon, egy látszólagos ellentét. Szabadságot nyertél az Úrban, és akkor lettél az Úr szolgájában. Úgy, mint az egyik kedves énekünk mondja, a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. A Krisztusnak szolgája vagy, de mégis szabad vagy. A 15. versben jutottunk el oda, ahová elvezet bennünket ennek a mai igehirdetésnek a kissé kemény megfogalmazású címe, amikor Pál apostol feltételezve, hogy a szabadosság egymás ellen való fordulást produkálva valami olyan anomáliát hoz létre a gyülekezetekben, amelyekről szó sem lehetne, nem volna szabad szó legyen a keresztények, a Krisztus követők között. Ha pedig egymás marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészik. Ha egymást marjátok és faljátok, majd megeszitek egymást, vigyázzatok, hogy el ne emészítek, meg ne szüntessétek, ki ne kívánkoztassátok azt a másikat. Hallottok a kanibálokról, akiket úgy ismerünk, hogy embert húst esznek. Megölik ellenségeiket, és azoknak húsát megeszik. Ők úgy gondolják, hogy abból erőt nyernek, a másik ember erejét és bölcsességét is megszerzik. De mi tudjuk, hogy ez nem így van, sőt azt is tudjuk, hogyha egymást marjuk és faljuk, tulajdonképpen még azt a kevés bölcsességet is elveszítjük, amink volt. Szomorú dolog, amikor a keresztények inkább haragnak simogatás helyett. És milyen sokszor kell ezt látnom? Milyen sokszor tapasztalod te is, testvére? Lehet, hogy te magad is simogatást vársz, és helyette belém van valami. Persze fordítva is megtörténhet. Hogy tőled vár simogatást valaki, és te vagy az, aki keserű szavakkal, igazságtalanul belemarsz a másikba. Megeszed, megemészted, keresztény kanibálá válsz. Ó, jaj, Isten irgalmazzon nekünk. Mert ha nem így lenne, a kereszténység nem ott tartana, ahol tart. Meggyengült, megrodjont, elerőtelenedett mozgalommá süllyedt a hatalmas isteni terv, ami az ember kezére jutott. Mert nem tudjuk kezelni a szabadságunkat, mert szabadossággá omlik szét a kezünkbe. Hadd kívánjam Pál apostol szavaival, annak okáért az a szabadságban, abban a szabadságban, amire Krisztus megszabadított minket, álljatok meg, és ne kötelezzetek el magatokat a bűn rabságába. Kedves testvéreim, nem könnyű hívőnek lenni, de nagyon szép dolog. Egy feladatunk van. A testet megzabolázni, vágyait és kívánságait hátraszorítani, és a szabadságot, amit Krisztustól kaptunk, helyesen és bölcsen, Isten tetszésére, atyánk fiainak, testvéreinknek az örömére megélni. És akkor nem hiába lettünk keresztények ki. Változzon ez a világ úgy, változzon ez a gyülekezet úgy, változzunk mi magunk külön-külön egyenként úgy, hogy ez igaz legyen. Thank you.
Szomorú szívvel kell megvalljuk előtted, drága jó atyánk, hogy az a csodálatos terv, amit az embernek, a te teremtményednek adtál, hogy szabadon gazdálkodhasson erőivel, szellemi képességeivel, az egész földdel, amit ajándékba adtál neki. Az ember nem tudott jól gazdálkodni a lehetőségeivel. A szabadságát szabadosságra változtatta. Túlment a határokon, amelyeket jónak láttál állítani számára. Köszönöm a figyelmeztető ígéket, amelyek az egymás közötti kapcsolatainkról is szólnak, ahogyan egymást talán nem értékeljük azon az értéken, amelyen a te teremtményeidet komolyan kell vegyük. Testvéreinket, atyánk fiait megsértjük, megbántjuk, vagy éppen mi kapunk bántást, sértést másoktól. Légy hát irgalmas, Uram, ehhez a világhoz, és ezen belül is a te népedhez, gyermekeidhez, hogy megértsük és megtanuljuk a szabadság, amit kaptunk, drága kincs, olyan ajándék, amelyet nem szabad elpazarolnunk, és túlméretezve elrontanunk annak drága és szent értékeit. Megmaradni a te akaratodnak határaim belül, a te általad kinyilvánított szabadság lehetőségeim belül, élni bölcsen, hűen, ebben légy segítségünkre, kérünk az Úr Jézus Krisztus nevére. Amen.